Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitay György vagyok, Mester Szakács, és ez itt az én alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornám. És mielőtt rátérnék a mai sütésre, előtte két dologra szeretném felhívni a figyelmüket. Az egyik egy lejátszási lista. Karácsonyi, szilveszteri ételek vannak benne, itt 90-féle fogás közül válogathatnak. Illetve a legutóbb készült egy videó, amiben karácsonyi menü ajánló szerepel. Szeretettel ajánlom mindkettőt a figyelmükbe. És akkor a mai napról. Többen írtak nekem, hogy tudok-e valami olyan mákos süteményt készíteni, amiben nincs liszt. Nos, nekem van egy nagyon régi máktorta receptem, ebben nem szerepel liszt, de ne gondoljanak valami nagy cukrászipari csoda tortára. Ez egy egyszerű kevert tészta, egy egyensúly tészta, csak torta formában készül. De mutatom is Önöknek. Első körben nézzük a hozzávalókat. A tésztához kell 7 tojás, én ezt szétválasztottam, itt a sárgája, itt a fehérje. Kimértem 18 deka őrölt mákot, 18 deka darált diót, 18 deka kristálycukrot, és megolvasztottam, de nem tűz forróra, 18 deka vajat. Ezen kívül szükségem van még egy jóképű narancsra vagy citromra, aminek a héját is belereszelem. Első körben a fehérjét majdnem teljesen kemény habbá verem. Amikor már szinte kemény hab, hozzáadom a cukor 2/3-át, körülbelül ennyit, és ezzel verem teljesen kemény habbá. Azért a tojás fehérjével kezdtem a munkát, mert akkor így gond nélkül átrakom a tojás sárgájába a habverőt, fordított esetben ez nem lenne igaz. Hozzáadom a maradék cukrot, és ezt az egészet elektromos habverővel maximális fokozaton egy olyan 4-5 perc alatt sűrűn folyósra, krémesre, szinte tejföl sűrűségűre felverem. Időközben a sütőt bekapcsoltam egy légkeveréses fokozatnál, illetve alsó-felső sütésnél olyan 150-155 fokra, sima sütés esetén inkább olyan 160 fokra. Nos, tökéletes a tojássárgályás cukor, most hozzáöntöm az olvasztott vajat, és ezzel is jól kikeverem. Hozzáadom az őrölt mákot, hozzáadom a darált diót, belereszelem a narancs sárga héját, tehát igyekszem azon, hogy a belső fehér bundája ne kerüljön bele, hiszen az kesernyés. Még talán annyit, az, hogy narancs helyett citromot is tehetünk bele, az természetes. Talán még annyit, hogy lehet kapni cukrozott citromhéjat vagy narancshéjat, oranzsátot vagy citronádot, mind a kettő tökéletes bele. És most ezt az egészet szinte elkeverem. Egy kevés tojás habot hozzáadok, és ezt még jól belekeverem, ezzel föllazítom annyira a masszát, hogy utána majd a többi tojáshabot bele tudjam forgatni lazán, könnyedén. A többi tojás fehérjét 2-3 részletben könnyed mozdulatokkal beleforgatom. Az előbb a vaj hozzáadásánál egy kicsit kapkodós voltam, az a legjobb, hogyha több részletben adjuk a cukros tojás sárgájához, és úgy keverjük el folyamatosan, csak én most ezt egy kicsit nagy vonalúra vettem, de inkább akkor csinálják úgy, jó, több részletbe adják a vajat is hozzá. Ennek mindössze annyi szerepe van, hogy így esetleg kicsapódhatott volna a vaj, nem csapódott ki, de jobb a békesség. Egy 26 centi átmérőjű torta formát kivajazok, és a tésztámat belesimítom. Az előmelegített sütőbe tolom, és ha emlékeim nem csalnak, akkor körülbelül 50 percig fogom sütni, azután találkozunk. Végül 45 perc sütés kellett neki, nyilván, hogyha kisebb a forma, tehát nem 26 centis, hanem 24 vagy 23, akkor nyilván ott kicsit magasabb maga ez a piskótalap vagy toltalap, és ott akkor 5-10 perccel is több lehet a sütési idő, de itt a 26-osban 45 perc volt. Most úgy, ahogy van, áttettem egy rácsra, hogy alulról is levegőzzön, hűljön, és megvárom, amíg teljesen kihűl, azután találkozunk. A tortakorongot félbevágtam, aki gondolja és ügyes, az 3 részre is vághatja. Most pedig lekvárral jó gazdagan
Megkenem. Ez éppen sárga barack lekvár, de használhatunk mánát, áfonyát, medgyet, tetszés szerint mindegy. Ahogy lehet látni, nem különösebben takarékoskodtam a lekvárral, de ez így lesz nagyon finom. Újra összeillesztem a két tortalapot. Lekvárral végigkenem a torta oldalát is. Vékonyan a torta tetejét is megkenem. Lekvárral ehhez az egész tortához most egy 45 dekás baracklekvárt használtam el, és így beteszem, letakarom, és így beteszem a hűtőbe másnapig, hogy egy kicsit átjárja a lekvár a tésztát. Miután nem lehet venni 18 deka diót, csak 20-at, hát így nem is lenne képem hozzá, hogy 18 dekát kérjek, a maradékkal bedíszítem a torta tetejét. Tehát akkor a maradék diót és a maradék 2 deka mákot valahogy csinosan rászorom a torta tetejére. Nézzük, jöhet a mák is. Az üres helyekre porcukrot szitáltam, és akkor nézzük, milyen lett belül. Elkészült tehát a lisztmentes mák torta. Akinek szimpatikus volt a recept, kérem nyomjon a videóra egy lájkot, aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt javaslom, mielőbb tegye meg, hiszen most már több mint 540 ételvideóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, kitűnő egészséget kívánok szíves mindannyiuknak!